Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. Nyírád adott helyet a Veszprém vármegyei mozgássérültek találkozójának, melyen mintegy 230 fő vett részt a megye minden részéről. 4 évvel ezelőtt hagyományteremtő céllal indították el az őszi programjukat, a Szüreti Vigadalmat. Nagy szükség van arra, hangzott el az elnök asszony részéről, hogy az érintettek, az egyesület tagjai ezeken az alkalmakon közösségben legyenek, feltöltődjenek. A vármegye minden részéről érkező mozgássérült vendégeket a Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület szívélyesen fogadta. A szervezésből is kivették részüket, továbbá Nyirád Nagyköség önkormányzata is jelentős segítséget nyújtott a találkozó lebonyolításához. Nagyon büszkék vagyunk itt Nyirádon arra, hogy a megyei mozgássérült találkozónak mi adhatunk helyet idén. Én azt az elvet követem, hiszen 30 évig jó magam is gyógypedagógusként dolgoztam, tehát sérültekkel dolgoztam, igaz egy másik szakterületen, de azt vallom, hogy mint amit a régi nagyjaink is mondtak, hogy egy országnak a minőségét az jelzi, hogy hogy bánik a rászorulókkal, illetve a sérült emberekkel. Ezért, amikor az elnök asszony megkeresett azzal a problémával, hogy nincs hol találkozót szervezniük, rögtön felajánlottam az itteni nyirádi civil szervezeteknek a segítségét, hogy megrendezzük számukra ezt a 230 fős nagyszabású megyei találkozót. A találkozót általában mindig más településen szervezik meg, emelte ki az egyesület elnöke. Évenként jelentős számú programot valósítanak meg. De merre nagyon nagy szükség van, hogy ezeket az embereket egy kicsit összehozzuk, és így legalább ugye azok, akik nagyon nehezen tudnak mozogni, vagy egyáltalán nem tudnak tömegközlekedési eszközt igénybe venni, ilyenkor eljönnek ezekre a rendezvényekre, kicsit feltöltődnek, és nagyon szép emlékekkel mennek haza. Az egyesület elnöke a köszönet hangján szólt a jelenlévőkhöz. Nagyra értékelte Nyirád vállalásait. Hálásan köszönöm, polgármester úr, önnek, hogy azon kívül, hogy az ön segítségével el lett intézve, hogy itt ez a nagy létszámú csoport össze tudjon jönni, és ennek a rendezvénynek az anyagi részét ön és a képviselő testület felvállalta. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Mi nyirádiak, ez a 2000 ember látja önöket vendégül, mert ez a világ legtermészetesebb dolga, higgyék el. Teljes szívemből büszke vagyok arra, hogy a mai napon is, hogy nyirádi vagyok, mert mi nyirádiak úgy gondolom, hogy példát mutatunk abban, hogy hogy is kell ennek a társadalomnak működni, és nagyon örülök, hogy önök itt vannak, és nagyon örülök annak, és nagyon örülnék annak, hogyha ízlenének a finom ételek, amit a Nyugdíjas Egyesület és a Mozgássérült Egyesület közösen készített az önök számára. Közel 50 ember dolgozott azon, hogy ma jól érezzük magunkat, tehát érezzük jól magunkat. Németh Jenő, a Nyugdíjas Egyesület elnöke is meleg szavakkal köszöntötte a vendégeket, és nem feledkezett meg arról, hogy október 6-a hősei előtt is fejet hajtsanak. A szüret kapcsán megemlékezett arról, hogy régen a nyirádiak között is voltak, akik szőlőtermesztéssel, borkészítéssel foglalkoztak. Régi feljegyzésekből is idézett, majd szomorúan tette hozzá, ma már nincsen szőlő a község határában, így kisbíró sincs, aki a szüreti mulatozásért felelne. Ennek a délutánnak a hangulata azonban idézte a kiváló szervezésnek köszönhetően a régi szüreti események hangulatát. Száz aranyét sem hagynám.